boldogságóra képzést ősszel sajátítottuk el a kolléganőmmel, Andreával, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ezen a képzésen részt vehettünk. Ez a képzés a pozitív pszichológiára épül. Bagdi Bella és dr. Bagdi Emőke vezette be ezt a programot, alapította meg Magyarországon, és nem csak óvodáskorban, hanem kisiskolás és középiskolás korban is lehet alkalmazni. Mi itt az óvodában heti rendszerességgel gyakoroljuk. 10 témaköré épül a Boldogságóra programunk. Ez a 10 témát folyamatosan építjük egymásra. A mai foglalkozáson a hála gyakorlását láthatták a szülők. És ezek a foglalkozások nem csak pozitív gondolkodásra, nem csak megerősítésre szolgálnak, hisz tudjuk, hogy életünk tele van konfliktus helyzettel, stressz helyzettel, problémákkal. Nem az a célunk, hogy ezeket a problémákat elkerüljük, hanem hogy már óvodáskorban megmutassuk a gyerekeknek, hogy hogy kerekedhetünk felül ezeken a dolgokon, hogy láthatjuk máshogy a világot. Tehát ez a boldogságóra egy pozitív életszemléletet alakít ki a gyerekek, hogy a mindennapokat boldogabban és sikeresebben tudják elsajátítani, és az életükben sikeres felnőttekké váljanak. A 10 boldogság óra tábla felkerül a fali újságunkra is, van egy boldogság várunk, ahova évvégén jutunk el, minden lépcsőfok egy-egy kihívást jelképez, és évvégén elérünk a boldogságvárba, de természetesen mindennapjainkat is próbáljuk boldogan és vidáman tölteni. A gyerekek nagyon lelkesek, nagyon élvezik a foglalkozást, és azt gondolom, hogy a bizonyos helyzetekben megnyugtatja őket, ezek a foglalkozások önbizalmukat növelik, egészséges lélekben egészségesebbek és erősebbek lesznek. Én kívánom mindenkinek, hogy legyen része ebben a boldogságórában, mert nem csak a képzés során, nem csak a gyermekek fejlődnek, hanem mi is felnőttek, alakulunk, változunk, és pozitívabban, boldogabban látjuk a világot. És ki tudja még mondani, milyen foglalkozás lesz, mire készülünk? Boldogságóra! Először is köszöntsük a vendégeket, hogy köszönjük. Nagyon örülünk, hogy itt vannak, nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöttetek ilyen szép számmal. Akkor most arra kérlek benneteket, hogy először felállunk, kinyitom az ablakot. Csongor! Nem kell mondani, mindenki tudja. És most mi leszünk? Óriási fák leszünk. Nyújtózzunk fel jó magasra, és akkor én mondom, óriási fa vagyok, lábújhegyen, megnövök, mint a nagyok. Nyújtózz fel, érd el a plafon, hagyd lássam, hogy lábújhegyen vagy, nagyon ügyes. Nyújtózz, égig érő fa vagyok, megnövök, mint a nagyok. Nagyon ügyes, most pedig fűszfák vagyunk, és lóg a kezdünk, elengeded magad, és csak fújja a lágy tavaszi szél a karom. Jaj, de jó a derekújnak, ugye? Csak fújja, fújja. Most megint fák vagyunk. Égig érő fa vagyok. Megnövök, mint a nagyok. Hogy nézem, nagyon ügyes Veronika. Hú, Adrián, el is írja a plafon. Ez az, nyújtóz. Nyújtóz, égig érő fa vagyok. Jó, lássam az ujjat, hogy kinyújtod. És megnövök, mint a nagyok. Most megint fűszfák vagyok. És ellazítjuk a derekújnak. Nagyon ügyes. Jó, de jó a derekunknak. Most pedig a párodat választ ki, és akkor megbeszélitek, melyik ötök felé jönne. Te. Jó? Te. Jó, én most vagyok. És már együtt jönjük fel. Én megkérem, hogy oda, Lacika, menjetek oda a szűnyegre, aki fekszik, vagy kinyújtja a karját egyenesre maga mellé, vagy leteszi a kicsi feje alá, és becsukja a szemét. Tegye a fejet, és arra kérlek, benneteket, csukjátok be a szemeteket. Az a kisgyerek, aki mellettetek van, az ügyeskezi, tegye a pajtások hátára, úgy. És akkor én mondom a pihentető mondókát, és te szépen simogatod a hátát. Így a nyakád, a fejét is megsimogathatod. A hátán szépen szeretettel, jó? Akkor mondom is. Kézen foglak, elvezetlek. Elrepítlek. Virágos létre fektetlek. Napsugárral simogatlak.
harmad cseppel megmosdatlak. Szép az arca, tiszta kezed, jóságos a kicsi lelked, szeretettel átöleljük, kedvességgel teletöltjük, benned nyugalom és béke. Ébredez, mert itt becsukod a szemed, az a lényeg, legyen vincege csukva a szemedet, és tényleg oda képzeljétek arra tavaszi rétegokatokat. Jó, Ilonka, hátra nézz, még egy kicsit, tolak, még egy kicsit, a Balázsra tedd a fejed, becsukod a szemed, nézem, hogy ki az ügyes. Ráteszed a hátára, és kezdted. Nem baj, mindenki magát nézi, tudod? Kézen foglak, elrepítlek, virágos rétre fektetlek, napsugárral simogatlak, harmad cseppel megmosdatlak. Szép a szemed, tiszta kezed, tiszta kezed, jóságos a kicsitek, szeretettel átöleljük, melegség, kedvességgel teletöljük. Benned nyugalom és béke. Ébredez, mert itt a béke. Lassan, és most üljetek a helyetekre. Nagyon ügyesek vagytok. Nagyon szépen csináltátok ezt a gyakorlatot. Hálás vagyok érte, hogy ennyire ide figyeltek. És nagyon hálás vagyok, hogy ennyien jöttetek el most az óviba. Látom a csillogó szemeteket, és ti minimit megkérjük. Kapcsoljon be nekünk egy szép, kedves szemét. És hallgassuk, becsukhatod a szemet. Az az ügyes, aki becsukja. Megfoghatjuk egy másik szemét. Yeah.
tartunk ezért a szép dalért, hallhattuk a fülünket, érezhettük egymást, magunkat, a kezünket. Várjál, hozom a kis aranyos dolgaimat. Bekapcsoljam a gyermeket. És akkor eljut hozzám. Boldog Dóra. De hogy milyen boldog, ugye látszik az arcát? Ezt most el kell köszönni szépen. Akkor most elrepít bennünket. Hova repít? Mese hozzátok. Így, hogy segítsetek, nekem mondjuk a mondókát. Kerekerdő, kalandra hív téged. Hallgass, mi súgnak a tündére. Hip-hop, bárki szíved kapuját. Mesevilág ajtaja előtted is nyitva áll. Tik-tak, ketyeg a kis óra, ezt üzeni neked boldog Dóra. Gyere velem, vigyázz ránk a napsugár, kerekedő boldogság megtalál. És a boldog Dóra egy olyan mesét hozott ma nekünk, ami egy fáról szól. A mese címe a hálafa. Élt egyszer a kerekerdő közepén, a meseerdőbe egy csodálatos öreg tölgyfa, vagy akármilyen fa, amilyet elképzeltek. Ez a fa nagyon öreg volt, recsegtek, roppogtak az ágai, és nagyon szomorú volt. De szomorúsága mellett, elkeseredése mellett jó szívű is volt, mert ha egy kis állat a töknéhez bújt, akkor egy levelet elengedett a fáról, és már be is takart a fázó testét. De egyszer elkezdtek sárgulni a leveleit. Nem olyan jól nézett ki, úgy látszott, hogy beteg. És az erdei állatok tanakodtak, hogy ugyan mi lehet a baja. Szerintem a gyökerével van baj, mondta a sünike. Én tudom, biztos egy rákcsáló rákcsája, mert a süni okos volt, és tudta, hogy lehet, hogy valami rákcsáló van a közelbe. De a vakond is azt mondta, aki jártas volt a föld alatti dolgokba, biztosan a gyökerét rákcsája valami. Nem, nem. Mikor fent jártam a levegőben, a felhőknél, hallottam, hogy óriási csóhajtozik a fa. Szólt a pillangó, biztos a lombjával van a baj. Csip-csirip, csip-csirip, szóltak a madarak. Szerintem az ágaival lehet baj. És ezt a mókus is megerősítette. Mert azt mondta, hogy minap, mikor rájut az ágaira, nagyon recsegett, ropogott. Biztos az ágával van a baj. Szerintem, hívjuk ide Harkály doktort. Harkály doktor, a fáknak a doktora, ő biztos tudja, hogy mi a baja. El is szaladtak gyorsan hozzá, és jött is Harkály doktor. Megvizsgálta a fát, az állatok pedig kíváncsian nézték. Csőrével megkopogtatta, tollával megsimogatta, a lábával átölelte, de nem tudta, hogy mi a baja. Valami nagy baj lehetett, nem jött rá. Esteledett az idő, a állatok fáradtak voltak, de figyelték Harkály doktort, aki még mindig a fánál volt. Lefeküdtek, elaludt. Mikor mindenki aludt, képzeljétek, a tölgyfa, az öreg fa mesélni kezdett. Egyszer régen, nagyon régen, azt álmodtam, álmodtam egy csodaszépet, azt álmodtam, én voltam a leghatalmasabb, legerősebb kereke világon. Én voltam a legnagyobb fa a világon. De látom, kicsi vagyok, görbe a törzsem, csúnya vagyok. Ja, én lennék a legboldogabb a világon, ha hatalmas lennék és erős, nem lenne boldogabb nálam senki. Vágyom a jó szóra, a kedves szóra. Harkály doktor kihallgatta a fát, és már alig várta, hogy megvíradjon, és szaladt oda, repült oda az állatokat, hogy tudom, mi a baj, tudom, mi a baj. Az a baj, hogy a fa beteg. A fának fáj a lelke, ott bent, és mutatott a Harkály a törzsére. A lelkét kell meggyógyítani, szeretettel, kedvességgel, jó szóval. Csiklandozással? Kérdezte a hangja. Szerintem az is jó ötlet. Nevetéssel? Az is jó lehet.
és az állatok nagyon-nagyon örültek, hogy meg fogják vigasztalni a fát. A fa meg felébredt, kinyújtóztatta a recsegő ágait, kinyújtóztatta öreg ágait, és észrevette, hogy ott vannak az állatok körülötte, és nagyon furcsa képet vágnak, olyan viccesek voltak, mert mosolyogtak kedvesen, és a fa úgy mosolygott, nézte őket, hogy ugyan mi bajuk van. És akkor a hangya már el is kezdte csiklandozni, és a fa, jaj, csak úgy mozgatta a leveleit, az ágait, nagyon jól esett neki, és azt mondta, képzeljétek el, jaj, de hálás vagyok nektek, hogy itt vagytok. És az állatok csodálkozva kérdeztük, hálás vagy nekünk? Mi vagyunk hálásak neked? Nekem, kérdezte a fa, hát miért? Hát azért, mondta a mókus, mert mikor ideugrálok az ágadra, megpihenhetek az öreg ágaidon, és az olyan jó nekem. És a süni meg azt mondta, hogy idehozom a kicsinyeimet a fatövébe, és te olyan kedves vagy fa, mert a leveleiddel betakarod, bebújhatunk az avarba, és akkor nem fázunk. Csip-csiri, csip-csiri, mondták a madarak, és mi meg hálásak vagyunk neked, fa, mert fészket építhetünk az ágaidon, és te olyan nyugalmat árasztol. Kisfiókáink is nyugodtak tőle. Köszönjük neked, fa. Nagyon hálásak vagyunk érte. A fa azt mondta, hogy most már nagyon boldog vagyok. Nagyon. És még az állatok azt is megsúgták a fának, hogy nem baj, ha nem te vagy a leghatalmasabb, a legerősebb, a legmagasabb a világon. De te vagy az erdőben a legkedvesebb, a legjóságosabb, a legjó szívűbb fa. Nagyon szeretünk, és vigyázni fogunk rád. A fa nagyon boldog volt, olyan boldog volt, hogy rögtön kisimultak a levelei. És Harkály doktornak még az is eszébe jutott, hogy van egy mondóka, hogyha netán szomorú vagy, vagy egyedül érzed magad, vagy bánatos, akkor csak nézz fel az égre, és a napsugarak simogatnak, vedd észre, kérlek. Hálás vagyok, hogy itt vagy nekem, hogy nevettél velem, és hogy szebbítetted ezt a napot nekem. Köszönöm, hogy felébredtem, köszönöm, hogy itt vagy velem, és ágaival átölel a hálafa. Tehát a szomorú vagy, csak nézz fel az égre, és látod, hogy gyönyörűen süt a nap, és rögtön jobb kedved lesz. És a fa nagyon boldog volt, és azzal elmentek az erdőbe, és bent lesztek a fák sűrűjébe, és meghalljátok a trillázó madarakat. Jusson eszetekbe, hogy ott van egy fa, ott van, és az ágaival ringatja a madarakat a gyönyörű, szikrázó napsütésben. Így volt, mese volt. Minden szava igaz volt. Itt a mese vége, kuss el, lélek, lehet, kifli vége, el, de a kicsögérkel. Így is be lehet fejezni, nagyon ügyesek vagytok. Azt mondjátok már meg nekem, tegye már fel a kezét, illetve csak tegye a kezét, aki volt már erdőben. Volt-e már valaki, aki félt az erdőben? Vince, te féltél? És féltél az erdőben? Nem. Miért nem féltél? Mert bátor vagy? Ott volt veled apa, anya? Gondoljunk vissza, mondja. Én is voltam. És mitől féltél? Én még nem attól, mert nem féltem, mert sütött a nap. És csicseregtek a madarak, és látunk kutikét. Akkor nem féltél, ez örömteli volt, ugye? Gondoljunk már vissza a mesére. Szerintetek mit érzett a fa, mikor elmondta az álmát? Hogy mit álmodott a fa, milyen szeretett volna lenni? Ez nagy és erős. És mit érezhetett? Fájdalmat. Fájdalmat, aztán ki tudja? Boldogságot. Boldogságot? Boldogan mesélte ezt a Harkály? Nem, szomorúan. Szomorúan, Lacika? Bánatos. Bánatos volt, nagyon jó. Miért volt bánatos? Mert nem tudott lenni a legnagyobb, legerősebb a világban. Igen? És a legboldogabb.
Kicsi. Kicsinek érezte magát. És csúnyának. Csúnyának érezte magát. És mit érezhetett akkor? Mit érezhetett akkor, mikor az állatok kifejezték hálájukat, hogy mit köszönhetnek neki? Mit érzett akkor? Na, boldogságot és örömet, meg jóságot. Jóságot, Lacika? Kedvességet. Kedvességet. Mit érzett még? Mosolygott. Miért mosolygott, Livike? Miért mosolygunk? Ári? Mondja, miért mosolygott? Mert jól esett neki, amit az állatok mondtak. Mert jól esett neki. Nektek jól esik, hogyha valaki megdicsér benneteket? Igen. És akkor mit éreztek? Boldogság. Boldogság. Boldogabbak vagytok tőle? Igen. Igen. Ki szeretne még mondani valamit? Ezzel kapcsolatban levitek? Mit érzett ott, amikor mások voltak az állatok? Amikor a hangyak megcsikészték a fát, akkor így leszkedte az ágait. És miért leszkedte az ágait? Azért, mert jól esett. Jól esett neki. Ez olyan, mint mikor megsimogatjuk egymást. Az jól esik nektek? Igen. Na, én is hoztam nektek levelet. És mi hozzán? Nagyon különleges levelet. Fa levelet szerettem volna hozni. Miért nem tudtam fa levelet hozni, ki tudtam? Mert nagy. Nagy? Nem, hát felmászott példámmal. Magasan? Mászhatná? Kinéztünk ma is az ablakon. Nem lehetne szakítani, mert akkor a fának, mert akkor paszlani. Na miért nem tudtam hozni levelet? Mert nem volt a fán. Miért nem volt valami? Mert tavasz van. Tavasz van? Mit rajzoltunk ma is? Milyenek a fák még? Kopaszak. Mit csinálnak? Lehol. De most mit csinálnak? Hangosan. Rügyeznek. Most kezdenek éregni. Milyen boldogság nekik, hogy süt a nap. Mindjárt esik az eső, és akkor jöhet ki a rügyecskéjük, a levelecskéjük. De én hoztam egy levelet. Nem, nem is fog. Milyen levelet hoztam, ki ismeri fel? Kicsi. Mutatok többet? Ezt ismeritek pedig? Na? Kristály kisasszony rögtön tudja. Az én anyukám, nem is van a kerítés. Na ez micsoda ez a borostyán? Ez fa? Nem, bokó. Növény. Ilyen kószó növény. És miért tudtam róla levelet szedni? Mert az mindig levelet. Mert az örökzöld. Az mit jelent? Az hogy minden évben ugyanolyan marad. Minden évben zöld. Hát én olyan hálás voltam, hogy tudtam nektek szedni fa levelet, mert nem is tudom, hova kellett volna elmenni, talán a világ végére, vagy ott, ahol állandóan nyár van. Említedik világ végére. Így van, akkor körbe-körbe menni. Nagyon is van. Nagyon is. Igen, mert a világ egy körbe-körbe. Így van, a körbe-körbe. Megvárjuk levikét, és én most ezzel a levéllel, és még nézzétek meg majdnem milyen alakú. Szívecske! Hát ez nem is véletlen. Boldogság olyan, csak is szívecske levelet. A szív alakú, igaz. Igen. Akkor most én megvárom állat, helyezkedjünk körbe. Ezzel a levelecskével fogom az érintést, tudjátok, szoktunk egymásnak érintést adni. Elindítom. Hát most balra indítom, Emma, és szépen azt kell csinálnod a levéllel, amit én csinálok Emmának. Figyelj, érintést, gyere egy kicsit közelebb. Figyelj, és ezt kell átadni Adriának. De így ad, ahogy én adok. Csendben vagyunk, várjuk. Ez meg milyen érzés volt. Arcát csimogasd meg, Balázs. Nagyon. Nagyon figyelj, csenge is. Már közeledik. Ó, kinyílik.
Jaj, Zsombinak, de jó. Ez nem olyan, mint egy videónevén. Aha, bármi lehet, innen lehet ezt csinálni. Az a jó. Nagyon olyan. Igen. Már mindjárt kapom. Már nagyon várom. Ki ne maradja belőle. Na, milyen volt? Jó érzés. Jó érzés. De hát azt annyiszor mondjuk, hogy jó érzés, azt még kifejezhetjük máshol is. Sok kezünket csináltunk. Várja, melyik testrészünkre kaptuk? A kezünkkel. És melyikkel csináltuk? Te kezünkkel. Levéllel. A levél? Hol volt? Milyen volt a levél, meg a kezed? Mi a különbség közte? A kezünk? A kezünkkel, mikor simogattunk, az milyen? Puha! Puha, és ez? Kemény. Ez egy kicsit keményebb, de? Ez száraz. Száraz, igen. Csikis, ez csikisebb. Csikis. És milyen érzés csikis volt? Még azt mondtátok, csikis, jó, puha, és még milyen? Finom. Mondjad hangosan. Finom. És még mit lehet? Kellemes. Kellemes, puha. Nagyon jó. Puha, azt már mondtuk, mit lehet még mondani? Finom. Csikis, finom is volt már, tehát nem csak az ennivalóra lehet mondani. Puha. Puha, aztán még mit lehet? Lacika. Vidám, ő vidámságos. Pihepuha. Pihepuha, fokozál meg. Van benne kicsi, van benne nagy. Megfoghatod a kezeddel. Milyen érzés, milyen megsimíthatod. Majd a fáknak a levelét is. És már vissza is ért az első levél. Jön a kö... Nagyon ügyesek vagytok. Nagyon figyeltek. Nagyon ügyesek. Ó, csak úgy jön a levél távirat, már majdnem olyan vagy, mint a postások. Megérkezett? És jött az. Mondjuk azért, mert nem sokára jön az apukám. Ó, Veronika. Hangosan. Itt van Bibi mellettem, nagyon jó. Neked vagyok hálás, mert... Veronika itt van mellettem. Gondolhat sok mindenre, hogy miért vagy hálás. Zsombi. Vár, addig találd ki, hogy te miért vagy hálás. Zsombi, hálás vagyok. Vagyok. Azért vagyok hálás. Azért vagyok hálás, mert... Hát, amikor felkelek, mindig jó napom van. Mindig jó napod van. Ez nagyon remek. Ennek én is örülök. Hálás, hogy játszhat Áronnal. Na, halljuk el, Anya. Diminén is hálás. Én is hálás vagyok, hogy tegnap is itt lehettem veletek, és ma úgy szintén részese lehetek ennek a boldogsági órának. Vagy meg, Anya. Halljuk Annát. Hogy vannak szüleim. Hangosan mondjátok meg, nem fogja hallani, anya. Hálát mondjad még egyszer hangosan. Hálás vagyok, hogy vannak szüleim. Jó, szép. Áron, hangosan. Én azért vagyok hálás, mert a nagypapámat meghívtam Vincét. Nagyon jó. Gyermeke már annyira gondolkozik. Már tudom, hogy nagyon szép. Én azért vagyok hálás, mert... Vagy jöttem biciklivel a óvodába, és nem esett az eső. Na, hát ennek is nagyon örülünk. Ezért tényleg hálásak vagyunk. Ilyen sportember. Csengyed. Mondjad, hálás vagyok. Hálások leszünk, ha csengye megszólal. Hadd tovább, csengye. Balázska. Hangosan. Hálás vagyok. Hálás vagyok, hogy nem engedi a tényt, hogy játszhatok vele. Ez is nagyon szép. Lacika hangosan. Hálás vagyok, hogy jön a tám, és elmehetek anyukámhoz. Elmehetek anyukámhoz. Hálás vagyok, hogy mindig óvónéni ott van mellettem. Hálás vagyok, hogy mindig itt van a óvónéni. Jaj, de arra meg. Danika. Az, hálás vagy.
vagyok. Hálás vagyok azért, hogy mindegyik óvónénit meg tudom növelni. Ezért én is nagyon hálás vagyok. Hálás vagyok, mert tudok Léviával játszani. Meg velem. Ez nem velem. Velem. Azt nem mondd rá. Velem, de már is meghallgatjuk. Hálás vagyok azért, mert jöhetek, amikor is játszottuk az asszony gyerekkel, meg ölelhetem a óvónénit. Hát azért az ölelésért én is hálás vagyok. Mit szoktunk mondani? Az ölelés az milyen nekünk? Mint amit csinálnánk? Mit csinálnak az autók? Tank, akkor nekünk az milyen? Mit a tankolnak? Mit tankolunk? Szeretetet. Így van. Szeretetet tankolnak. Nagyon hálás vagyok. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen szépeket mondtatok. Nagyon hálás vagyok, hogy itt vagyunk ennyien. Reméljük, a hiányzók is hamarosan megérkeznek. Hálások vagyunk, hogy süt a nap, Bibike. Hálások vagyunk, hogy itt lehetünk az óviba, hogy hazamehetünk, majd megöleljük anyát, apát. És hálások vagyunk azért, hogy élünk. Hogy élünk és egészségesek vagyunk. És most meghallgatunk. Igen, majd figyeld, hogy miről énekel a dal. Lábon. A lábon is minden. Most itt tegyük, mert nagyon elfáradt a lábon, és nagyon hálásak vagyunk. Boldog élet önfelett, és vidám élet, jaj, hogy szeretlek én. Jaj, és mosolj. Szeretlek én. Szeretlek neked, ébred és kor, szeretlek és szeretlek és kor, szeretlek, szeretlek én. Ennyi lesz a boldogás. Szeretlek, szeretlek én. Egy gyönyörűséges követ, ami nekünk a hálakövünk lesz.
befestjük majd olyanra, amilyenre szeretnétek. És mikor kész van, és megszárad, hazaviszitek, felteszitek a polcra, oda, ahol apa, anya is látja az egész család. Egy hálakő van mindenkinek, így, ami belefér a tenyerünk. És mikor ránézel, eszedbe jut, hogy mennyi mindenért hálás lehetünk az életbe. És úgy előtte kiszínezzük a hálavirágot, amit hazavihettek. De akkor kérdezzük meg a vendégeket, jó? Hogy mit szólnának ahhoz, amit kapnak, jó? Halljuk. Mit szólnál egy öleléshez? Jó esne az elenged? Bele lenne csomagolva barátság és szeretet. Az ölelés azért csodás, a szívünk lelkünk benne van. Nem is értem, miért félnek próbálni annyira. Szerintem jól megyetek. Nagyon örülünk. Mi azt szólják, hogy nagyon örülünk. Mindenki kapja ölelést, nem is a ugye milyen jó az ölelés. Tehát engem is megölelt. És mikor reggel bejövünk, mindig öleléssel kezdjük a napot, igaz? És akkor sorba állsz, belenézel a kosárba, sorba állsz, Libi tegyél előre. Először ezt színezzük ki, hogy ne legyen festékes a kezünk. Választ egy követ, jó szorítsd a margóba. Jó, aki választott, leülnek helyre az asztalhoz. Leyes, entonces hasta los
És most gondolj egy olyan élethelyzetre, amit szeretnél békével, világossággal, elfogadással és szeretettel feltölteni. Fókuszáld figyelmedet erre a helyzetre, és énekeld bele tiszta szívedből. Ha álmodtál egy világot magadnak,
legyen a világ, neves, hogy jobb legyen a világ, ölej, hogy jobb legyen.